Fantasztikusan zárult az FTC számára a 2021-es atlétikai csapatbajnokság döntője. A székesfehérvári finálén a Fradi egyik legsikeresebb szakosztálya 376 ponttal, mindössze két egységgel előzte meg az MTK UTE vegyes csapatát, és története során először megnyerte a viadalt. Cíből gratulálok! Hogy lehet összefoglalni ezt az egy napot, vagy elég, ha csak az aranyérem a nyakatokba kerül? Hát nem. Amikor elindultunk a csapatbajnokságra, akkor úgy számoltunk, hogy talán az 5.-6. helyen tud a csapat végezni, úgyhogy maximálisan minden elismerésem sportolóknak, edzőinknek, mindenkinek elképesztő teljesítményt nyújtottak ez alatt a két nap alatt. Aki ugye követte az eseményeket, az láthatta, hogy szombaton az 5. helyen fordultunk. Mi történt itt vasárnap? Általában a második napunk az erősebb, akkor vannak azok a versenyszámaink, amikben a jobb eredményeket tudjuk hozni, de el kell mondjam, hogy néhány versenyzőnk sérült is volt, úgy versenyeztek, de mindenki maximálisan oda tette magát. Egy pillanatig nem volt kérdés, hogy meg kell, hogy csinálja a versenyszámát. Cíből gratulálunk mind a csapatbajnoki aranyéremhez, ami fényesebb, mint a tavalyi bronz, meg hát ahhoz, hogy neked 4 futószámban minden 4 meglett, ugye 3 egyén és 1 váltó. Nagyon büszke vagyok az itteni teljesítményünkre, nem csak egyénileg gondolkozom, hanem csapatügyileg. Szerintem fantasztikus, amit most elértünk. Én úgy hiszem, hogy mindenki annyira össze tudta magát szedni, hogy fantasztikus időeredményeket tudtak mind futni, mind dobni, mind ugrani. Szóval én úgy gondolom, hogy ha a Fradi összeszedi magát, akkor nincs a lehetetlen. Ugye tavaly a 3. hely is már egy történelmi siker volt, és ezt sikerült megfejelni. Számodra ez a edzői pályafutásod, vagy teljes fradis pályafutásod csúcsa? Igen, ezt mondhatjuk így. Ez az én pályafutásomnak a csúcsa. Ennél szebb ajándékot a névnapomra nem is kaphattam volna a csapattól. Nagyon-nagyon boldog vagyok. A 4x400 méteres váltó klasszis futónk Kazi Tamás számára rendkívül eredményes pályafutása utolsó versenye volt. Szebben és tökéletesebben nem is alakulhatott volna vége, ugyanis Tamás a váltó zárófutójaként elsőként ért célba, ezzel pedig nem csak a versenyt, hanem a csapatbajnokságot is megnyerte a Ferencvárosnak. Próbáltam kizárni mindent, tehát ide szigorúan úgy utazni, hogy profiként kezelni ezt a versenyt, és nyilván úgy kezelni ezt az egész szituációt, meg ezt a kétnapos csapatbajnoki döntőt, hogy a csapat érdekeit szolgáljam, és a legtöbbet kihozzam magamból, és ezáltal minél több és nagyon értékes pontot hozzak a csapatnak, és mint ugye látjuk a végén, hogy ide minden apró pici pontocska, helyezés, extra bónuszpont az nagyon-nagyon-nagyon kellett, és hát gyakorlatilag ennél szebb nem is lehetett volna, hiszen elárulok egy kulisszatitkot itt a srácokkal, amikor összeálltunk a 4x4-es váltó, ugye a záró szám előtt, akkor hallottuk, ahogy bemondták éppen, hogy vagy 6-7 ponttal, vagy nem tudom mennyivel, de hogy vezet az MTK és az UTE csapata, és tulajdonképpen elkönyveltük és konstatáltuk, hogy akkor jó, rendben, hát már annyit nem tudunk hozni rajta, akkor magyarul picivel, centikkel, de lemaradunk, de próbálták nekem nagyon-nagyon szépé tenni ezt a búcsút, hogy győzelemmel fejezhessem be a pályafutásomat, és kisajtolták magukból. Én meg hát nekem gyakorlatilag kiesett az utolsó 20-30 méter, tehát én ott már nem is hallottam semmit, csak egyszer néztem a cél felé, szemeztem vele a vonallal, hogy még mindig vezetek, kell a győzelem. És hát úgy tűnik, hogy ez egy nagyon szép búcsú, hogy aztán még utána hallottam meg azt, hogy a csapat nyert.